A négyszeres magyar bajnok és négyszeres magyar kupa győztes atomerőmű Esel legutóbb a 2009-10-es szezon végén címvédőként játszott bajnoki döntőt. Akkor a zalaegerszegi KK 3-1-re verte a piroskékeket, így ezüstérmes lett a társaság. Az ASE idén a negyed döntőben a Pécset, míg az elődöntőben a Sopront verte 3-0-ra. Utóbbi párharcban az első meccset 30, a másodikat 11, míg a harmadikat 16 ponttal nyerte az atom. A Sopron ugye egy kemény negyed döntő után jött ide hozzánk az első meccsre. Látszott is rajtuk, hogy még bennük van az a párharc fáradtsága. Ezt igazából a második fél időben sikerült kihasználunk. Ott feléjük kerekedtünk, és nem forgott veszélyben a győzelmünk. Sopronba már keményebb volt az összecsapás. Ők is a hazai pályán felszívták magukat, még mindent megtettek annak érdekében, hogy le tudjanak győzni minket, de ott is jó végjátékkal, jó koncentrálva be tudtuk húzni azt a mérkőzést is, és hát igazából a harmadik meccsen se forgott veszélyben a győzelem. Persze a játékkal nem lehetünk azért maradéktalanul elégedettek, hiszen sok hibát követtünk el, amiket a döntőben mindenképpen ki kell javítanunk. Az atomerőmű ESE riválisa a fináléban Magyarország kirakat csapata, a Szolnoki Olaj KK lesz. A piros-feketék az Adria Ligában és az Euro Challenge kupában is remekül teljesítettek. A magyar bajnokságban a középszakaszban kapcsolódtak, ahol mindössze egy vereség került a nevük mellé. Az atomosokat mindkétszer legyőzték. A Szolnok ASE párharcban a tiszapartiak élvezhetik a pályaelőnyt. A sorozat az egyik fél 3 győzelméig tart. Nagyon nehéz párharc lesz, mert remek csapat a Szolnok. A két együttes mindig jó hangulatú mérkőzéseket játszik egymás ellen, remélem ez most is így lesz. Ha azt játsszuk, amit tudunk, kontrollálni tudjuk a meccseket, nem engedjük, hogy átrohanjanak rajtunk, és végig egységesek maradunk, akkor megnyerhetjük a bajnokságot. Ezért dolgozunk. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége az érintett klubokkal közösen meghatározta a 13-14-es szezon NB1 férfi bajnoki döntőjének időpontjait. Ennek értelmében a Szolnoki Olaj KK atomerőmű ESE párharc, mely az egyik fél 3 győzelméig tart, június 1-én vasárnap 15:30-kor kezdődik Szolnokon. A sorozat június 4-én szerdán 18 órakor Pakson, június 7-én szombaton 14:45-kor Szolnokon folytatódik. Ha szükséges, a további meccsnapok június 10 kedd 18:15 Paks és június 13 péntek 18:15 Szolnok. A Digisport Televízió minden mérkőzést élőben közvetít.